Befutó játékunkban az egyik színésznek nem csak színészkednie kell, hanem afféle quiz show jelleggel ki is kell találnia valamit, mégpedig azt, hogy a másik három színésznek mi a baja. Ők ugyanis bizonyos hanghatásokra vagy mozdulatokra kényszeres elmebeteggé változnak, és ennek az elmebetegségnek az okait firtatjuk most. Kéne egy vendéglátó, aki ez a három idióta megérkezik. Na, ki akar? Énekelni? Tegye fel a kezét őszintén, aki akar. Jó, jó. Lia, most lent hallatszott egy kérés. Jó, Lia, döntsük el, gyerekek, mindjárt kapjuk az évfél. Tessék, akkor szia, puszi. Vedd fel a fülhallgatót. Egy sziklamászó egy hegy tetején három barátját várja, hogy ott bontsanak pezsgőt új évkor. A három sziklamászó barát azonban furcsán viselkedik. Jó? Tehát ennyit fog tudni a Lia, hogy egy sziklamászó haver és várja a többieket, hogy új évkor kocincsanak. Az egyik légitározni kezd, ha valaki a mászás légitározik. Hát léggitár. Igen, világos. Léggitározik ezt, ha valaki a mászás szót használja. A másik az apcuk fundaluk kezdetű kiszámolót kezdi el, ha valaki 100 feletti számnevet mond. Hát ezt gondolom a méterekre lehet itt utalgatni. Brékelni kezd a harmadik, ha valaki csípőre teszi a kezét. Tehát kéne egy brékelő, egy 105 az... Te vagy brék? Brék? Akkor én... Mi volt az első? Léggitározás? Mit szeretnél gitározni? Sejtettem. Jó, ha valaki a mászás szót használja, és te pedig apcuk fundaluk, hogyha 100 feletti számnév hangzik el, segítsétek egymást is a szokott módon. Lia, gyere! Lia, gyere! Na, egy sziklamászó vagy. Egy sziklamászó vagy, és a hegy tetején várod a társaidat, mert azt beszéltétek meg, hogy új évkor ott bontatok pezsgőt, jaj, tehát éjfél jó, után. Ez legyen az ott egy magaslati pont? Itt, mondjuk ide ülök. Na, ő fölmászott el, és a többiek szépen megérkeznek. Gyerünk! Jó, srácok, de jó! Most meggyújtottam a tüzet. Jó? Gyere, szívem! Jó. Milyen jó, hogy én értem föl előbb, nem? És a magasságok, mi? Hány méter az a csúcs? Hát, nem is tudom, nem tudom, 3700, nagyon magasabb vagyunk. Fundaluk, funda, kávé, kamandok. Igen, és ugye... Ez a mászás, gyerekek, életem nem keményen mászásom. A te korodban hány éves is vagy? Én? Mindjárt 50. Tényleg? Jó. Akkor figyelj ide, te fölléptél ide a magasságokba? Há, persze. Az óriási magas hegy, de miért okorodsz? Miért lecsúszol? Jól érzem magam, hát van egy... Pont a szélén vagyok, de jó. De gyere, mász föl, jó? Okay. Gyere föl, oké? Okay. Gyerekek, én már fönn vagyok. Jó, figyelj, fönn vagyok, hogy üljél le szépen. Pökhendi mindenedet, öregem! Na jó, figyelj, csücs le. Leülsz? Persze. Jó, akkor álljunk föl mindannyian. Nem, csak te. Te nem volt elég mász, jó, nem, állják föl, létsz, és meg akarlak volálni. Meg se puszi, semmi. Szia, drágám. Szia. Csak vigyázz, mert itt rajtam van. Te hány centi vagy? Én hány centi vagyok? 176. Leülök, és figyeltek, nézzük itt ezt a gyönyörű... Abcuk, fondalú. Fonda kávé, kamandok. Figyelj, te hány vagy? Mit mondtál? Én? Hát mindjárt. Aha, és te mennyi vagy? Centi? Hány centi hány vagy? 182. Abcuk, jó, és te hány vagy? 171. És ez a hegy mennyi? Mennyi ez a hegy? Hát, magyar. 3000, annyira nincs levegő, nem? 3000 fölött vagyunk. Akkor, hát. Apcu. Aha, jó. Figyelj, de te túl nagy nem vagy? Bár bocsánat meg, hogy nem? Hogy érted ezt mondani? Hát magasságra. Mert? Miért? Mekkora? Mert mit szeretném, mekkora legyen? Hát hány centi vagy? Hogy jön ez most ide? Hány centi vagy? Hát, barátoknak? Aha. 169, abszolút fundalú. Oké. Okay. Gyerekek, le kéne menni, hideg van föl, igen, nem? Igen, gyere följe. Láttátok a Cristiano Ronaldo-t? Láttátok a...
Azt mondja, ezzel a 3000 méterre, 3700 méter, nem akarsz lemenni a centikkel, nincs valami problémád meg a méterekkel? De, semmi problémád. Semmi problémád. De akkor... Hála, jó, figyelj. Azt mondom neked, hála, jó Istennek. És abszolút mondanom. Vicceltem, vicceltem. Ez egy nagy mászás volt. Jó, akkor gyere már. Nagy mászás volt. Jó, jó, akkor mászál, te meg mászál vissza. Jó, de gyere, neki vissza kell másznia. Álljunk meg. Jó, és te nyomod? Mi? Mi nyomom én? Persze. Akkor gyere föl. Elképesztő a pali. Gyere ide. Elképesztő. Mondom, gyere ide. Igen? Figyelj, te centis. Te üljél le oda. Te üljél le oda. Jó. Ez egy centi. Láttad a Cristiano Ronaldo-t, hogy hogy rúgja? Te meg másszál oda. Jó, te meg másszál oda. Fölmászik az ember, és utána egre cígos pariján. Figyelj, mindenki csípőre a kezeket, 1, 2, 4, 5, 6, te neked a csípőre tevéssel van valami problémád? Aha, neked a mászással, neked a centiméter... Mondtam már, nekem a centiméterekkel semmi problémám akkor, nincs. Jó, a koroddal van. Parancsolsz? A koroddal van, hány éves? A korommal? Igen. Számokkal van valami problémád? Hát, van valami problémám, bizonyos... Akkor ülj le, ülj le, légy szíves. Persze. Beszélgessünk arról, hogy... Hát ha százszor elmondod, abcuk fundaluk, fundak kávé kamandul, én százszor ülök le, annyira szeretlek, abcuk fundaluk, fundak kávé... Hány ha 99-szer mondod például, akkor én nem ülök le. Hány kávét ittál ma? Négyet. Aha. De volt, hogy százat megittem egy nap abcuk fundaluk, fundak kávé kamandul. És 700-at nem ittál még úgy... Abszolút, fundalunk. 700-at azért nem ittam, abszolút, fundalunk. 100 környékén, amikor másztunk volt. 700 környékén, 1000 környékén nem voltam. Abszolút, fundalunk. Akkor azzal is egy méter magasságig nincs hány ingered. Nekem soha nincs hány ingered. Aha. 10 méter magasságig? Akkor sincs hány ingered. 100 méter? Akkor abszolút, fundalunk, 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 fundalunk. 100 000 méter környékén valami... Erő nehezedik rád, és valamiért muszáj. Abszolút. Aggolnom. Ne rám félnék. Két helymászó fönn, hogy számukon vitatkozik a csúcson, le kéne hozni őket, jó? Egy 4000 méteres csúcson van abszú, a gyereket. Abszolút, fundaluk, fundakámé, kamandul. 1100, nem, kezdjük abszú, akkor fundaluk, időszámításunk előtt 3000. Mi jut erről abszú, fundaluk, eszedbe? Abszolút, fundaluk, fundakávé, kamandú. Oké, okay. Egyiptomnál járunk, abszú, mondjuk. Ja, nem megy sem. Figyelj, 3000. Abszolút, fundaluk, fundakávé, kamandú. Akkor most beszélgessünk arról, hogy... 12 fut az méter, óra. Hány méter, figyelj, 100 métert le tudsz futni. Abszolút, fundaluk, fundakávé, kamandú. Tehát 100 és 1000-rel, a 100-zal és az 1000-rel, valljuk be, hogy van valami gondod. Abszolút, fundaluk, ha meghallod azt, hogy 2008... Abszolút, fundaluk, fundakávé, kamandú. Olvastad a 77 magyar népmesét? Szóval majdnem megvan. Én olvastam, de most valamiért félre akarsz. Engem nem érdekelt például. De a 101 kiskutyánál abszolút, fundaluk, fundakávé, kamandú. Na, akkor 100-nál több.